Nézzétek meg kicsit a képet, amit kaptatok referencia fotókról, hogy látjátok el azt rajta, hogy kicsit ilyen lücsös a felülete. És látjátok el azt, hogy mintha átsejlene valami fekete kis valamiség a festékek alatt. Ezt látjátok jól. Akkor ez úgy fog indulni ez a kép, hogy egy fekete festékkel kaptatok, az is a nevőkészítő külön ki van rakva a fekete festékre, legalább kép tubus mindenkinek. Jó? Úgy fog indulni, hogy festőkéssel megfessük ezt az alapot. És a festőkéssel fogjuk megadni a képnek ezt a domborúságát, a rusztikusságát, az egész képnek. Jó? Mutatok egy, ez a kép, ez már hasonló módon van megcsinálva. Mindjárt körbeadom, hogy megnézzétek ki közelről, jó? Tehát, hogy alá van festve festőkéssel, azzal van meg a rusztikussága a képnek, és amikor megszárad a kép, megszárad az egy fekete alap, akkor fogjuk előrajzolni. Na most a fekete alapra ugye nem fogunk rá tudni indigozni, vagy grafit ceruzával rárajzolni, hanem majd egy fehér ceruzával fogjuk előrajzolni a képet. Aki nem tud rajzolni, az van fauszpapíros megoldás, jó, akkor fauszpapírral átmásoljuk, aki meg tud rajzolni, az megrajzolja szabad kézzel. Jó, de van fauszpapíros segítség, megbeszéljük majd, hogy hogyan. És akkor megvan fehérrel előrajzolva a kép, akkor fogunk megnyelni ecsettel festeni. Oké? És a festés maga az úgy fog kinézni, hogy nagyon kevés festéket kell majd használni, azért, hogy pont ezért ezek a fekete rücskök, ezek majd kijöjjenek és látszódjanak, hogy ne tüntessük el teljesen a feketét. Ez a kép, meg mindjárt körbeadom, meg ez a kép, amit most festünk között, az a különbség, hogy a festőkésnek a használata a különbség. Mert ha megnézitek, körbeadom, ez egy ilyen, úgy van csinálva, hogy rá van cukkantva és föl van emelve a festőkés, és attól ilyen dorozmás, vagy nem tudom, ismertek ezt a szót, hogy dorozmás? Nem. Ez egy sombagyitás szólás. Szóval ilyen dorozmás. Ez meg egy kicsit simább. Jó, de meg fogom mutatni, mi a kettő között a különbség, amikor csináljuk. Ezt meg körbeadom, nézzétek meg lehet tapogatni, hogy milyen.